Szállításra készítik elő a nyári közmunkaprogram keretében az önkormányzat neszűri fóliájában megtermelt cukkinit. A közmunkaprogram mezőgazdasági programjában dolgozók feladatait a Város Üzemeltetési és Tulajdonosi Bizottság koordinálja. Ezekben a fóliasátrakban termesztünk tönkféléket, illetve paradicsomot. Az itt megtermelt növényeket a városi szociális intézményekbe, illetve bölcsödékbe visszük el, illetve ami meg megmarad, tehát felesleg, azt pedig helyi zöldségeseknek is értékesítjük. A nyári közmunkaprogramba március 1-től november végéig 60 munkavállalót vonnak be Jászberényben. A mezőgazdasági foglalkoztatás ezen belül 12 főt érint. Feladatuk a közel 10 hektáros homoktövis ültetvény rendben tartása, valamint az idei szezontól már 6 fólia sátorban tökfélék, illetve paradicsom termesztése. Jelen pillanatban még csak a tökfélék teremnek. Eddig úgy néz ki, hogy hát tökféléből cukkini, patiszon, illetve étkezési tök van. Úgy néz ki, hogy a cukkini az, ami legjobban bevált, abból már közel 200 kilót vittünk így a megfelelő helyre. Hát az érték, én úgy gondolom, mire a paradicsom is beérik, amiből viszont sok lesz. Én egy pár százezer forintos bevételt gondolok majd ebből. A bevételt visszaforgatják a közfoglalkoztatás céljaira. Várhatóan mezőgazdasági eszközöket, gépeket vásárolnak majd a befolyt összegből. Ott jártunk, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény idősek otthonának konyhájára szállították és adták át az éppen leszedett cukkinit. Köszönöm.